Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Ingyenes nyári tábort szervez a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum. Az általános iskolásokat várják elsősorban, ahol az ifjak megismerkedhetnek a különböző szakmákkal. Erről beszélgetek vendégemmel, Fodor Andrával. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen, köszöntök én is mindenkit. Azt mondtam, hogy az általános iskolásokat várjátok elsősorban ebbe a táborba, de nyilván talán egy kicsit ki lehet nyitni a felnőttek irányába is, főleg, hogyha abból indulunk ki, amiket majd a kedves nézők is láthatnak, hogy itt vannak az asztalon ezek a különböző tárgyak. Mit kell tudnunk elsősorban, beszélünk arról, mit kell tudnunk a táborról? A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum idén készítette el a digitális közösségi alkotóműhelyét. Ez az országban egyedülálló koncepció alapján készült, jelenleg minden szakképzési centrum vagy már nyitott, vagy most készül ilyen műhelyen, és úgy gondoltuk, hogy a miénket most már szeretnénk megtölteni gyerekekkel, általános iskolásokkal is, meg középiskolásokkal is, és nekik a nyárra nagyon izgalmas tábort szervezünk. Izgalmas a tábor, van plakátunk is, amin különböző mondjuk csapatmunka, logika, robotika, ilyen hangzatos szavak vannak felsorolva, illetve vannak itt az asztalon nekünk tárgyaink is, amiket hát első ránézésre akár azt is mondhatnánk, amit egy kollégám mondott itt, hogy társasjátékokban jól mutatnának, hát akár még társasjáték elem is lehet, de mik ezek a tárgyak, és hogy kapcsolódnak a táborhoz? Abszolút, ezek 3D technikával készültek. Ez például így a reggeli programról hoztam el, ahol egy 15 fős csoport készített épületeket, valamint elkezdtek kezdeményezni szkenneléseket, saját magukat szkennelték be és nyomtatták ki. És próbáljuk is megmutatni a kamerának, hogy tényleg valóban saját magát szkennelte be az egyik kolléga, és kinyomtatta gyakorlatilag saját magát. Ilyen dolgokat is el lehet készíteni. Ez nagyon fontos, hogy így játékosan tanulva, de mégis a digitális írástudást, ez azt mondom, professzionális szintre lehet emelni, egészen pici kortól. Ez az ötlet a markerspace.hu nevezettű szervezethez kapcsolódik. Ők Magyarországon egyedülállóan kezdték ezt az oktatásba bevinni. És nyilván a szakképzéshez kapcsolták elsődlegesen, hiszen itt jelenik meg az, amiről beszélt is, hogy a vállalkozói szektor, a lakosság és a munkaerőpiac hogy tudja ezt a digitális erőt, és ezt direkt mondom így, hogy erő, felhasználni és kihasználni. Úgyhogy mi ebben szeretnénk most ilyen kisebb lépésekben megismertetni gyerekekkel, felnőttekkel ezt a digitális világot. Hát, hogyha az általános iskolásokat nézzünk, akik még a középiskolásztás előtt állnak, számukra pedig ez egy jó pályorientációs tábor is. Abszolút, ez is volt a cél, hogy egy kicsit összekössük ezt a két területet. A 5 tagintézményünknek a szakmakínálatát fogjuk bemutatni a gyerekeknek nagyon játékos formában. Tehát például az egészségügyi suliba bemutatjuk, hogy például egy szívet hogy lehet 3D-ből kinyomtatni, vagy lézergravírozva elkészíteni a plakettjét. Gravírozást is, ugye erről van szó. Így van. Éppen, tehát itt is tényleg bármilyen szöveget, arcot meg lehet csinálni. Abszolút, ez egy programunkhoz kapcsolódott, ahol olyan jó érzés volt, hogy mi készítettük el a vendégeink részére az ajándékokat, de nyilván azért komolyabb története is van ennek a műhelynek, mert egészen a mikrobitek, a csipek világától, a robotikán keresztül, a LED forrásoknak a mérnöki pontoságú tervezésével megismerkedhetnek, és hát úgy próbáltuk ezt összekapcsolni, hogy minden szakma valamilyen formában a digitális világba bevonható legyen. A tervünk az az, hogy a következő tanévtől ezt a tantervbe is beépítenénk. Nyilván még először bemutató órákkal, és egyre inkább odáig szeretnénk eljutni, hogy ez a műhely a mindennapi oktatásban egy használatos eszközként funkcionál. Mennyire fogékonyak erre a diákok? Azért a mai fiatalság, mondhatjuk, hogy belenőtt gyakorlatilag ebbe a digitális világba. Majd ugye azt mondhatjuk, hogy autodidakta módon talán meg is tanulhatják ezeket. Abszolút, abszolút. Én az első alkalommal, amikor egy ilyen bemutató órán részt vettem, nagyon aggódtam, hogy jaj, hát majd én ott mit fogok produkálni, és
Nagyon jó tanítási folyamat volt, hogy amiben a tanulók jobbak, a tanárok felé irányultak, a modernebb digitális írástudásokkal. Utána pedig, amiben a diák nem volt jó, abban a tanár adott instrukciót, tehát nagyon kooperatív munka. Van itt munka. Egy csapatmunka felirat is a plakáton, ez nem véletlen. Nem véletlen. A csapatmunka egy kicsit a közösségépítéssel is párosul. Nem csak diák-diákkal, diák-tanárral vagy foglalkozásvezetővel jó barátságok tudnak születni. És sokszor van az, hogy mondjuk, hogy mert a számítógép előtt a tanuló, de ebben iszonyat kreativitás volt. Tehát ez nem csak a gép előtt zajlik, mert meg kell tervezni egy egész folyamatot. Abban nagyon fontos, hogy a gyerekek összeszokottan csapatmunkában és kreatívan gondolkodnak. Hát valóban komoly munka megnézni mondjuk ezt a kis bástyaszerűt, ezt a várszerűt is. Tehát nyilván egy ilyen 3D nyomtatás komoly tervezést igényel, és utána nyilván az már a kevesebb rész, amikor kinyomtatódik ez a bizonyos tárgy, de az elő munka az azért az óriás, és hát azért elmondhatjuk azt is, hogy a mai világban a 3D tervezők azért elég jó pénzeket tudnak megkeresni, tehát érdemesebben az irányba indulni. Így van. Ez nagyon érdekes. A délelőtti csoport először járt ebbe a műhelybe, és hát kiválasztottuk, hogy kik lesznek a tervezők, akik felosztottuk a csoportokat, és mondták, hogy jaj, hát mennyit kell ebből tanulni. Hát nem akarok nagyképpen mondani, 10 perc alatt elsajátították az alapokat, és onnantól elkezdődött az alkotás öröme. A saját fantáziájukat, kreativitásokat belevitték. Egyébként a feladatuk az volt, hogy egy akadálymentes fürdőszobát kellett megszerkeszteniük, és az összes fürdőszobában használt eszközt ki kellett nyomtatni hozzá. Azért ezek fantasztikus dolgok, és talán a diák sem tudja, hogy pontosan mi az, amire számíthat, mikor ide megérkezik, és akkor tényleg belecsöppen egy ilyen csodavilágba. Abszolút, abszolút. A feladatoknál azért úgy próbáltuk kialakítani, hogy mint egy ilyen projektmunkákat kapnak, tehát egészen a kutató munkától alaposan meg kell nézni, hogy az az adott terület milyen jellemzőkkel, sajátosságokkal rendelkezik. Egészen ugye a 3D szerkesztésig egy Fusion nevezetű szerkesztő szoftver segítségével lehet ezeket nagyon látványosan megszerkeszteni, és maga a nyomtatás az már nem egy annyira látványos, csak inkább hosszadalmasabb része a feladatnak. 5 nyomtatónk van, tehát egy 15 fős csoport, 3 fős kis mikrocsoportokkal nagyon jól tud együttműködni a műhelyben. A lehetőség fantasztikus, főleg annak tükrében is, hogy azért ez egy ingyenes lehetőség. Hol lehet jelentkezni, meddig lehet? Mikor kell jelentkezni, mikor vannak a turnusok? Tehát a hét a jelentkezés időszaka, hiszen hétfőn elkezdődik 17-én az első csoport. Először az általános iskolásokat szólítjuk meg, főként felső tagozatosokat, hiszen a pályaorientáció leginkább őket érinti, meg azért azt gondolom, hogy kell is egyfajta életkor, tehát a felső tagozat az már 5-től jól tud ezzel a témakörrel boldogulni. És a következő turnus pedig az azt követő héten van, ami már inkább a középiskolásoknak szól, illetve felnőtteknek is. Bár azért azt gondolom, hogy a felnőttek körében még nem annyira elterjedt ez a modern technika világa, de hát hajrá, mert például ilyen jó ékszereket is lehet készíteni nálunk. Megmutatjuk a kamerának is, tehát például hölgyek figyelmét, és felhívjuk rá, hogy akár egy-egy karkötőt is elkészíthetnek 3D nyomtatóval, ami nagyon fontos, mondtad, hogy péntekig lehet, vagy ez a jelentkezésnek a hete, de hol kell jelentkezni? A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrumban, Béla Király 4 szám alatt van a intézmény, vagy személyesen, vagy a projektiroda@szoszolg.hu e-mail címen, valamint a 800-100-as telefonszámon várjuk az érdeklődőket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és mindezt megosztottad velünk. Én azt gondolom, hogy egy igen jó kis tábor elé nézhet mindenki, aki jelentkezik. Érdemes tehát jelentkezni erre a táborra. Mi pedig hamarosan folytatjuk tovább a műsort, sporttal megyünk majd tovább.
Újra Európa tetején László Endre sportlövő megvédte címét a Steel Challenge Európa bajnokságon, kis kaliber Open és Standard divízióban, valamint ő lőtte a verseny leggyorsabb idejét is. Endre mellett köszöntöm a stúdióban egy másik érmesünket, Kovács Zsoltot, és szervusztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban. Köszöntöm a kívást. Kezdjünk Endrével, elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag legnagyobb esélyesként utazhattál megint egy Európa bajnokságra, és ezúttal sem nyomott össze az esélyesség terhe. Milyen volt számodra ez az Európa bajnokság? Ez így van, ahogy mondod. Azért mindig nyilván van egy ilyen teher az emberen, ilyenkor, amikor elutazik, és ugye esélyes, ezzel meg kell tudni birkózni, azért az évek során így sikerült hozzászoknom ehhez. Úgyhogy nem teljesen úgy sikerült, én tudod, mindig ezt szoktam neked mondani, de sosem vagyok elégedett, maximus vagyok, talán ez is visz előre. Ahogy szerettem volna edzéseken, azért 53-45 lőttem a versenyen, Open-el, amivel a verseny legjobb idejét lőttem. Edzéseken azért rendszerint lementem 50 alá. Tehát a tervem azért egy ilyen 50 másodperc körüli lett volna, összeesett volna, egyik pályán egy picit szétcsúszott a dolog, aztán ezt rendeztem, de igazából mindig úgy vagyok, hogy minden versenyen van egy olyan megingás, vagy lehet egy megingást, ami okoz egy pici hátrány, de hál' Istennek annyival a mezőny előtt voltam, hogy még így is sikerült simán hoznom, simán hoznom ezt a versenyszámot, meg így a meccs idejét is. Mennyivel sikerült ezt megnyerni, mennyivel következett utána az ezüstérmes? Csapattársam jött utánam, Tanás Gábor, akinek ezúttal is gratulálok, ő 58-22-t lőtt talán. Az azért sok, az majdnem 5 másodperc, nem? Az nagyon nagy különbség. Az egy különbség, igen, igen. Idén többen indultunk, tehát nagyobb volt a mezőny, egy 53 fős mezőny volt az Openben. Tavaly azt hiszem csak 45-en indultunk, viszont idén ugyanazok a versenyzők eljöttek, mint tavaly, viszont valahogy nem volt olyan sűrű. Tavaly 6-an voltunk 60 másodperc alatt, idén csak 2-en. Úgyhogy én meg is lepődtem, mikor a középső napon lőttem, tehát én nem tudtam, lőttek még utánam, előttem is lőttek, akkor már láttam egy-két eredményt, és azokat konstatáltam is, hogy hát ezek nem olyan jók, mint tavaly. Ez picit olyan, akkor meg is nyugtatja az embert, akkor jó, nem kell, szépen csináld, amit tudsz. És utána a vasárnapi nap is megnéztem egy-két versenyt, de nem kellett annyira izgulnom. Tehát valahogy az atmoszférája most idén ezek szerint nem volt olyan megfelelő mások számára, nekem hál' Istennek jól sikerült. Ugye azt mondtam, hogy kis kaliber Open és Standard divízió, ezek mit jelentenek ezek a kifejezések? Igen, a Standard divízióval kezdeném, az ugye a hagyományosabb, hogy talán mindenki jobban ismer. Ez, ha aki már lőtt légpuskával, az tudja, hogy van egy hátsó nézőke, meg egy első tüske. Ezt kell ugye összerakni, és azt kell a célképre, vagy a célra ráhelyezni. Ezt jelenti a Standard, igazából egyéb nagyon módosítás nem fér bele. Egy-két ilyen apróság, vagy új támasz, vagy mondjuk az első irányzéknek egy olyan fénygyűjtő szál, de nem elektromos, ami pincében nem segít, de kint napfénynél összegyűjti a fényt, és gyorsabban felfogja az agy, hogy mit lát. Az Open divízióban viszont azért Open, azért hívják úgymond nyíltnak, hogy majdnem minden engedett a fegyveren, mindenfajta módosítás, és itt ami legnagyobb módosítás lehet egy fegyverrel tenni, hogy gyorsabb legyél, az egy Red Dot-nak nevezett elektronikus irányzék, ami ezen a fegyveren látható is. Nyugodtan illetve, kézbe is leheted, akár meg is mutathatod. A Zsolti fegyverén is látható. A kézben. Ez annyit jelent, hogy ez egy elektronikus optika, le tudom venni a kupakot. Ez bekapcsol az ember, és egy piros pont világít benne. Uh-huh. És ugye nem kell két dolgot összerendezni, mint amit említettem a légpuskás nyílt irányzéknál, hanem gyakorlatilag ez a pont be van lőve, és ahova a pont mutat, ott lesz a találat. De nem csak ez, ami segít igazából, hanem itt a fókuszpont, ami nagyon fontos, amikor lövünk, hogy ennél a megoldásnál a fókuszunk mindig a célon marad. A nyílt irányzéknál, meg lövés nehézségtől függően az ember hozza vissza a fókuszt az első irányzékra. És ugye ez idő. Tehát ráteszed a célra, és akkor picit visszanézel, hogy oké, meg vagyok, el kell sütni. Itt nem. Itt ráteszed a célra, megvillan a piros, már húzod is. Azonnal lőni kell. Így van. Tehát ezzel sokkal, illetve ami még nagyon fontos, hogy itt nem egy relatív találati helyet látsz, hanem pontosan látod, hogy hol találsz. És azt is látod, hogyha esetleg belerántod, hogy mekkorát mozdul a pont. Attól függ, hogy mekkorát mozdul a pont, gondolkozol rajta, hogy ez meg volt ez a találat, nem volt meg. Akkor látom, hogy csak éppen megzizzen, és messze elkerül a szélét a plétnek, amire lövünk, akkor tudom, hogy nem kell gondolkozni, hogy találtam vagy sem. Tehát ez is könnyít. Ott ilyet nem, ott mozdul egyet az irányzék, ráadásul ez körülbelül 10-szer akkora mozgást jár be, mint egy nyílt irányzékú fegyvernek az első irányzéka. Tehát csak ennyit látsz, ennél ekkorát látsz. Ezért is kell hozzászokni. Igen, ezért is kell hozzászokni a kezdő, aki elkezd reddottal lőni, az sokáig nagyon lassabb vele, mint a nyíltal, mert itt tényleg szinte minden lélegzetvétel, szívverés, minden billentyű mozzanatot látsz. Én azért szeretem ezt a száraz edzésnél is használni, mert otthon szárazon, a lőszer nélkül nagyon szépen látja az ember, hogy mekkorát rántott a pisztolyba, min kell javítani, hogy fogja másképp. Szóval jó edző eszköznek is egyébként.
És akkor Zsoltról is beszéljünk mindenképpen. Nagyjából már a beszélgetés előtt mondtad nekem, hogy egy 2 éve kezdtél el komolyabban foglalkozni ezzel a sportággal. Debütáltál egy Európa-bajnokságon, most amit ugye Endre megnyert, és ez a debütálás olyan jól sikerült, hogy egy bronzéremmel a nyakadban jöhettél haza. Erre büszke vagyok. Hát így van, ahogy mondott, tehát közel 2 éve kezdtem komolyabban Endre mellett, illetve Endrével ezt a úgynevezett Steel Challenge edzés sorozatot kezdeni. Ez egy heti 3 edzésből állt, ez egy nagyon kemény 3 órát jelent hetente, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kint voltunk télen, -5 fokba, meg kint voltunk még a nyáron is a +40-be. És ennek az eredménye többek között, hogy tudtam ezt a teljesítményt hozni, én úgy gondolom, és erre azért is vagyok büszke, mert tényleg ezt az edzések és Endre közreműködésével tudtam elérni és létrehozni. Gyakorlatilag ugye ezt a kiskaliberű pisztoly standard kategóriában értem el, ami most az előbb beszélt is róla Endre, hogy egy nyílt irányzékkal tudtam gyakorlatilag ezt végrehajtani. Annyit még szeretnék így mondani, hogy ugye én első alkalommal voltam az EB-n, ugye ezt megelőzte egy országos bajnokság, és de akkor erről majd később pár szót beszélünk. Ugye nagy reményekkel, úgymond nagy reményekkel indultam, de azért úgy voltam, hogy nincs mit vesztenem, tehát egy kicsit a többiekhez képest egy kicsit lazábban fogtam föl ezt a versenyt, úgymond, mert nem volt egy előítéletem, vagy egy elvárásom úgymond magammal szembesen, hogy én nekem most teljesítenem kell. Csupán tapasztalatszerzésből döntöttem úgy, hogy elindulok, és hát ez született így belőle. Természetesen több kategóriában is indultam, hát ott is azért ahhoz képest, hogy közel, jó, nem, javíts ki, Endre, hogy 300 nevező volt. Összesen 356 kategóriában. 6 kategóriában, ahhoz képest azért a többi kategóriában is egy úgymond előkelő vagy előnyösebb pozíciókat töltettem be. Így van. Hát amíg Endrénél azt mondtam, hogy őt az esélyesség terheny nem nyomta össze, jól kezelte ezt a kisebb nyomás terhet, neked meg az lehetett akkor a felszabadító, hogy egyáltalán nem helyeztél magadra se nyomást, meg a társak se helyezhetek rá nyomást, mint debütánsra. Így van, viszont egy dolog történt az első napon, amikor az első versenysorozatot meglőttem. Ez egy nagy kaliberű pisztollyal történt, azzal kezdtem az egész versenyt egy pénteki napon. Egy Outer Limits nevezetű pályáról volt szó. Ez egy ilyen, gyakorlatilag egy átmozgásos pálya, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy 5 cél van, amit el kell találni a versenyzőnek. Természetesen annyival különb ez a pálya, mint a többi, hogy itt jobbról, illetve balról, attól függően, hogy milyen kezes az ember, át kell szaladni egy 1,8 méteres szakaszon, és a következő, tehát az első szakaszon 2 lövést kell leadni, illetve 2 találatot kell elvégezni, és az átszaladást követően, vagy átfutást, vagy átmozgást követően pedig a következő 3 célt így a megállítóval együtt el kell találni. És én, nekem ami igazából problémát okozott, az ami utólag derült ki, hogy az Európa-bajnokságon ilyen, úgymond ilyen sajátos szabályzás történt ez ügyben. Én a jobbkezesek oldaláról edzettem, tehát úgymond arról tanultam be a mozgáskultúrát, de én balkezes vagyok, tehát ugye mint lövő, így én egy kicsit a fordított állásból kellett volna, és abból is várták el a bírók, hogy onnan kell. Hát azért ez nagyon nagy nehezítés. És ott egy kicsit összeomlott bennem a kártyavár, tehát ez, nem is tudom, azt tudom hasonlítani, hogy minden reményem elveszett abban a pillanatban, amikor én sajnos egy olyan 4-5 másodperces hátrányokkal kezdtem úgy kategóriánként, amit még eddig összeraktam szombat délutánig az egész mozgást erre az egy pályára. És ez nagyon sok idő. Tulajdonképpen ugye, amit én betanultam a jobb oldalról, azt és az ellenkező oldalról kellett végrehajtanom, és ez nekem annak ellenére egyébként sikeresen, úgy mondom, hozzá tudtam szokni így a fordított álláshoz, de tanultam belőle, és hogy legközelebb majd akkor másik irányból fog. Hát vannak meglepetések. Igen, az volt a szerencsé, hogy sok kategóriát lőtt, így mondtam neki, hogy ezt most felejts el, menjen, a pénteken 2 számot lőtt a Szem Zsolti, mondtam, hogy menjen a szállodába,
tudatosítsam, hogy felejtsd el, nehezen töpreng, így van, ezt engedd el, visszafelem úgyse kell nézni, mert nem tudunk, előre kell, meg ami van. Mondom, kezd el gyakorolni bal oldalról, bocsánat, jobb oldalról. Mondom, egész este csináld ezt, és akkor mondom, rá fogsz hangolódni, mert a két nagy kaliberű számával kezdtek, vagy kicsi, vagy open-ekkel kezdtek. Mindegy lényegtelen, tehát nem azok voltak a főszámai, ennyi csak a lényeg az egészből. Mondom, szombaton lesznek a főszámaid, arra rakd össze magad meg ezt a mozgást. És utána szerintem ott nem és is... És az meg rendben is volt. Igen. Rendben volt, hát open-nel kezdtem, ugye, mert én ugye a standard kategóriában szerettem volna úgymond jobb pozíciót szerezni. Így az open az egy ilyen betanuló, vagy egy ilyen felkészítőnek tekintettem a standard előtt, hát hasonlóan fegyverrántás, ugye kiskalibernél meg ugye a célra tartás, a fogásnak a pozíciója, hogy fogom meg a pisztolyt, ezekkel fel lehet építeni, tehát hogyha most ez úgy lehet felfogni, mint egy ilyen edzés előtte. De ahhoz képest egyébként az open is 63-78-szal jött össze a kiskaliber openem, az én teljesítményemhez képest számomra ez nagyon jó. Hát mit lettél, azt hiszem, vagy valami ilyesmi? Így van, igen, így van. Tehát meglepett azért, azt kell, hogy mondjam. Tudnánk nagyon sokáig az élményeket beszélni, az egyértelmű, mert bőven lenne. Sajnos egy 3 percünk van a beszélgetésben, és még mindenképpen érintsük a magyar bajnokságot, és amint Endre ismét címvédés volt. Igen, annyiból szerencsés volt az idei magyar bajnokság, hogy a szervezők úgy csinálták meg, hogy tudták, hogy menjünk az EB-re, és ugyanazokat a pályákat építették föl, egyel kevesebbet. Segítettek akkor. Így van, egyel kevesebbet. Nyílt irányzékban az elején volt egy kis hullámvölgyem, túltettem magam rajta, és viszont openben rendkívül jót lőttem, úgyhogy ilyen előzményekkel tudtam elindulni, ezért mondtam neked, hogy szerettem volna jobb időt lenni az 53-nál, tehát hogyha az OB-t nézem, akkor 48 másodpercet lőttem az OB-n, itt meg ugye 53-at. Mások a körülmények, egy pincébe vagyunk, meg az ember, tehát nem mindig, tehát nem gép vagyok, nem tudom mindig ugyanazt teljesíteni. Jó sikerült, felső tárkányban volt, először rendezték ott, jó lőtéren, mondjuk előtte esett az eset, tehát a parkolás az nem volt egyszerű, de egyébként minden igényt kielégítő volt, úgyhogy nekünk jó volt felkészülés. És hát jöttek az aranyok. Igen. Zsolt, te is ott voltál a magyar bajnokságon. Igen, én is ott voltam szintén. Nekem gyakorlatilag kiskaliberű pisztolyban optikai szerelékkel, illetve standard irányzékkal sikerült két úgymond bronzérmet szereznem, tehát 2. harmadik helyen lett. És ezzel gyakorlatilag az első, úgymond az első országos bajnokságom, ahol dobogós helyezést értem el, illetve a következő ugye az EB is. Igen. Ez egy sikeres szezon volt számomra, az első szezon. Hát remélem, sikeres kezdet, igen, kezdet. Azt akarom mondani, amit reméljük, hogy egy még sikeresebb folytatás fog majd követni. Még a maradék pár percben akkor arról, hogy mi a következő célkitűzés. Most egy kicsit nyári pihenő van, és utána versenyek, vagy mi a terv? Így, ahogy mondod, most nyári pihenő van, mivel az OB most meg lett rendezve egy hét előbb, ez mindig általában össze van. Össze lesz egy 8 pályás verseny, ugyanitt felső tárkányban meg szeretnék rendezni, ami VB pályákra épül, minden 8 világbajnokságon felállított pálya felépítésre fog kerülni, így arra szerintem fel fogunk készülni, illetve hát jövőben tervek vannak arról, nem titkoltan Zsolti az egyik támogatóm, hogy ő szeretne a világbajnokságra kimenni, és akkor esetleg ezt együtt megcsinálnánk, úgyhogy így szerintem elkezdünk kicsit készülgetni a VB pályákra, mondjuk ezek szélesebbek, tehát ez egy kicsit más. Úgyhogy nagyjából ennyi a hátralévő. Hasonlóan töltöd akkor te is ezt az időszakot. Így van. Tehát Andrével együtt szeretnék edzeni és folytatni az edzéseket, és hát a versenyeken nyilván én is megjelennék, ugye Andre is, ahogy szponzoráljuk is nyilván, így mind a ketten számítunk eredményre, és hát nyilván a VB reményében, amit még nem döntöttünk el, ez nagyban függ attól is, hogy ugye, hogy tudjuk ezeket a úgymond a pályaidőket majd realizálni a versenytársakkal szemben, ugye, majd ez kiderül. Ugye, látjuk az időket, mit lövünk, így amit van. Mondtam neked, mérhető, tehát meg tudod nézni, hogy mire vagy képes. Nyilván ott megint más, azért rá kell számolni, tehát nagyon jó időket kell ahhoz, hogy az embernek induljon egy ilyen útnak, de meglátjuk. Hát kívánom, hogy összejön ez a világbajnoki szereplés is, és ott is egy jó eredmény. Endre Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és gratulálok az EB, illetve a magyar bajnoki eredményekhez. Mi köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézők, ennyi fért a mai műsorba. Holnap is találkozhatnak ezzel a műsorral ugyanebben az időben, akkor Szanyi Brigitta számít figyelmükre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella PowerPol textilszobrász, oktató, ökodizájner.